Liszt, Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann dallamai mind-mind az ujjaiban, a fejében vannak. A Beregszászon született és a Szovjetunióban felnőtt zongoraművész Fuchs Gábor koncertjein tehetségével és személyiségével rendre elvarázsolja a hallgatóságot. Az Egyesült Államokban és Európában szerzett magának hírnevet. A világ minden táján fellépett, Kaliforniától Németországig. Többször vendégeskedett a világhírű New York-i Carnegie Hall-ban. Szóló zongoristaként, kamarazenészként és tanárként is ismert. A sors sok helyre dobott. Kárpátalján születtem, magyar anyanyelvű családban. 14 éves koromig csak magyarul beszéltem. Aztán át kellett menni az orosz iskolába, felvettek a gimnáziumban, Lvovban, most Lviv, ott tanultam 3 évet kitűnő iskolában, és aztán volt szerencsém Moszkva, a híres moszkvai konzervatóriumba bejutni. Onnan ott voltam 6 évet, később 1 évet Észak-Kaukázusban, elvittek katonának, kötelő Stalingrád mellett, elég szörnyű volt, és aztán kimentem Amerikába, ahol 42 évet éltem. Közben egy évet Münchenben, körülbelül egy évet Zürichben és egy évet San Franciscóban. És most körülbelül 3 évig itt vagyok. A feleségem a dr. Claudia Wagner, és itt él a fiam, pedig itt van. David, amerikai születésű, és New Yorkban nőtt fel. Nem volt könnyű, mert Beregszászban azért pici város volt, háború után megszervezték a zeniskolát, kicsi volt a zeniskola, és én, hát kulturáltabb családban mindenki a zeniskolába küldte gyerekeit. Én főleg azért jutottam azért, mert Gáti Jóska bácsinak tetszett a piros motorbiciklije. Akkor nem, hogy autó, nem volt motorbicikli se soknak, imádtam a motorbiciklit. Ezért kezdtem, lehet mondani, véletlenül nagybácsim, dr. Berger, nagyszülősi orvos volt, apunak unokatestvére, sokan a prágai német egyetemen tanultak, Károly Egyetem, a német szakán tanultak. Német idején. Én magam a Zürichbe, meg voltam hívva 76-ban a Zürich Operaházra. Gábor azt mondta, you must learn German. 4 heted van, 5 heted van. Amerikai énekeseknek be kell tanítani egy olasz operát, ami Il Marito Desperato, a kétségbe esett férj volt, németül. Én vettem a szótárat, kiírtam 1000-1500 szót, és naponta tanulgattam, és a korrepetálás közben, az énekeseknek korrepetálás közben automatikusan a zenén keresztül megtanultam németül, az 4-5-6-7 volt. A zenei kultúra egy európai kultúra. A repülőtér el van nevezve Liszt Ferencről, és itt utcák, Liszt Ferenc többször is volt, Skitovsky meghívására. Úgyhogy hát Oroszországban nem kell mondani, hogy ott milyen fontos a zene. Már a cári időkben hihetetlen fontos volt. Liszt ott háromszor volt, kétszer Szentpétervárot és egyszer Moszkvában, és ott látta, hogy mennyire tehetségesek az orosz zeneszerzők. Nagy jelentőséggel bírt mindhárom látogatása. És én is úgymond Liszt növendéke vagyok, mert a tanárom, Milstein professzor, aki Lisztről egy ragyogó könyvet írt, 2 kötetes könyvet írt, ragyogó mű, és Mária Eckhart volt itt a Liszt társaságban, ő a tiszteletben elnöke volt hosszabb ideig, mondta, mennyire szeretjük Milstein, mármint a tanáromat. Fuchs Gábor rendszeresen gyakorol és koncertezik a pécsi Lénauházban is. Fellépésein az egyes zenei betétek között 3 nyelven, németül, magyarul és angolul is bemutatja az alkotókat. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt hosszabb betegség után kerekeskocsiban is voltam, de azért New Yorkban folytattam a zongorázást még úgy is. Most pedig nem vagyok teljesen egészséges, de rengeteg helyre hívnak meg, úgyhogy csak egyelőre a helyi
koncert meghívásoknak fogok eleget tenni. Itt van most éve 3, és Kárpátalján is sok helyre hívnak. Sajnos ott még koncertet nem is adtam a helyen. 14 évet éltem ott is. Fehér Oroszország, Moszkvai Konzervatóriumnak sok-sok meghívásom van, attól függ az egészség, család és hát Covid, minden.